Sziasztok, Viki vagyok. A mai videóban csülkös bablagás fogok elkészíteni. Itt nagyon fontos egyébként, hogy füstölt csülköt használtok, ne füstölt főcsülköt, mert ugye meg kell főzni így is, és a füstölt főcsülök egyébként nagyon szétfőnek, mire minden más megföl. És az is fontos, hogy a babot, ez száraz bab, én ezt használtam most, előző este áztassátok be, mert így sokkal kevesebb ideig fog főni, mint hogyha nem áztatnátok be. Én egyébként általában vörös babot használok, de lehet hozzá tarka babot vagy fehér babot is használni, ugye most száraz, ezt is ugyanbe kell előző este áztatni. Így is egyébként 2,5 órát legalább főni fog, és mielőtt a zöldséget beleteszitek, figyeljetek arra, hogy kóstoljátok meg a babszemeket, hát csak egyet, hanem többet is egyszerre, hogy megpuhult-e már rendesen, és hogyha puha rendesen, akkor, vagy hát ha nagyjából már elkészült, akkor bele lehet tenni a feldaragolt zöldségeket, és így is főjön még egy órát. Így szépen összefűnnek az ízek, és akkor jó, hogyha már minden puha a zöldségek is, a bab is, és maga a csülök is, mert ugye a csülöknek van egy bőre, amit úgy szintén meg kell főzni, tehát azt is fontos, hogy is az elejétől benne legyen. Szóval, ha érdekel titeket, hogy hogyan készül, akkor tartsatok velem. Lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornámra és nyomjátok meg a csengőt, hogyha érdekelnek további ilyen tartalmak, akkor nézzétek meg a többi videómat is. Köszönöm szépen, további szép napot! Sziasztok!